történő módosításról szóló T/1674-es számú törvényjavaslatot. A javaslatot 18 képviselő találta általános vitára alkalmasnak, míg 5 képviselő nem találta alkalmasnak. A többségi véleményként elhangzott, hogy a javaslat a határidőszámítás naptári napba történő számítása inkább megfelel az átlagemberek észjárásának, mert a 2009. október 1-e napján hatályba lépett módosítás, a munkanapokban történő határidőszámításra történő áttérés nem volt egy szerencsés dolog. Kisebbségi véleményre reagálva Szakács Imre képviselőtársam elmondta, lehet, hogy a közigazgatás már kezdi megszokni a munkanapos határidőszámítást, de az átlagember biztos nem kezdi megszokni azt. Példaként említette Szakács képviselőtársam a köztisztviselők napját, amely a közigazgatásban munkaszüneti nap, de más munkahelyen attól még dolgoznak az emberek. Többségi érvként merült fel a javaslat mellett az a sajnálatos dolog, hogy az informatikai rendszer átalakítására jó sok pénzt lehetett, illetve lehetett volna költeni, és vannak olyan személyek, akik ezzel jól jártak, vagy jól járhattak volna. Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam szerint a jogbiztonság elve és a hatékony jogorvoslathoz való jog alkotmányos alapelve alapján a naptári napos számítási rendszer az, ami elfogadható. Sajnálatosnak tartotta, hogy 2009-ben ilyen több milliós költséggel valóban átállították az egész rendszert. Köszönöm, hogy meghallgattak. A bizottság kisebbségi véleményét Lampert Monika képviselőasszony mondja el. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az Alkotmányügyi Bizottságban a nemmel szavazó képviselők leginkább azt firtatták, hogy az előterjesztő miért akarja megváltoztatni azt a rendszert, amelyről egyébként saját maga is a törvényjavaslatban azt írja, hogy ezzel a változtatással, mégpedig az, hogy a munkanapokban számítsuk a határidőt, a hatósági ügyterhek és munkafolyamatok valamelyest egyenletesebbé és valamivel könnyebben tervezhetővé váltak. Tehát saját maguk is leírják az előterjesztésben, hogy az államigazgatási működés szempontjából mégpedig nem a köztisztviselők, hanem az ügyfelek szempontjából jobb volt a munkanapokban való számítás. Gondoljanak csak bele, hogyha valamilyen ügy elintézésére a jogszabály mondjuk 8 napos határidőt állapít meg, és ebbe beleesik mondjuk egy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hosszú hétvégés munka szüneti napok csokra, amire volt azért példa az elmúlt időszakban. Akkor ha szerdán valamit intéz ebben az ügyben az állampolgár, akkor utána 4 nap úgy múlik el, hogy semmilyen lehetősége sincsen, ha mondjuk neki kellene az üggyel kapcsolatban ügyvédhez fordulni, vagy másik hatóságnál érdeklődni, eljárjon. Tehát abszolút racionális változtatás volt az, hogy munkanapokban számítsuk a határidőt, és hiába mondja azt Vas Imre képviselő társam és más kormánypárti képviselők, hogy ez az emberek észjárásától idegen. Én azt gondolom, hogy az emberek 8-ig, 30-ig, 45-ig, minden napig, minden további nélkül el tudnak számolni. És semmilyen gondot nem okozott ez az eddigiekben. Ami most viszont gondot fog okozni, mert ez benne van ebben az előterjesztésben, az az, hogy ezt használják föl űrügyként arra, hogy kitágítsák a határidőket. Tehát fölemelik a határidőket, hosszabbak lesznek az ügyintézési határidők, és ez semmilyen módon nem segíti az állampolgárokat, nem lesz ettől az ügyintézés ügyfélbarát, egy csöppöt sem. Minden esetre megint valamit sikerül megváltoztatni, ami egyébként szerintem eddig jól működött, de most mondhat rá a Fidesz valamit, hogy ő megint valami új nemzeti együttműködés rendszerében gondolkodik. Fölösleges az államigazgatást ilyen logika mentén borzolni. Megszokták, megismerték, nem csak az ügyintézők, hanem az ügyfelek is ezt a rendszert. És az általános vitában szocialista hozzászólók
Több konkrét példával fogják azt bizonyítani, hogy az ügyfélbarát rendszer kialakítását, ez a korábbi módosítás, amelyet a tavalyi évben hoztunk, lényegesen jobban szolgálta, mint ez a mostani átalakítás, amelyről most államtitkárasszony és a fideszes képviselők beszéltek. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselők felszólásai következnek. Elsőként megadom a szót Vas Imrének, a Fidesz képviselőjének. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkárasszony, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk fekvő TÉPER 1674-es számú törvényjavaslat, amely az egyes törvényeknek naptári napban való határidőszámítása összefüggő módosításait tartalmazza, szakít az előző 8 év politikájával, és a hivatal a hatóság érdekei helyett az állampolgárok érdekeit tekinti elsődlegesnek. A közigazgatás modern követelményekhez igazodó korszerűsítése, szükségszerű átalakítása és ennek keretében valódi szolgáltató állam megteremtése napjaink jogalkotási tevékenységének egyik legfontosabb feladata. Így fontos az is, hogy az állampolgárok minél könnyebben eligazodjanak a hivatalok világában, különösebb nehézség nélkül meg tudják állapítani a hivatalokra, illetve a rájuk vonatkozó határidőket. A javaslat 92 törvény módosítását tűzi ki célul, ezek közül 91 törvény módosításának a célja az, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 140. törvény 2009. október 1-től hatályos módosítása nyomán bevezetett munkanapokban való határidőszámítás helyett az ágazati törvények vonatkozásában is újra a határidők naptári napban való számításának elve érvényesüljön. Az egy törvényjavaslat a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 58. törvény módosításának a célja a megyei fővárosi kormányhivatalok keretén belül működő integrált ügyfélszolgálati irodán ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő munkakört betöltő kormánytisztviselők megfelelő díjazásának törvényi lehetőségének megteremtése. A javaslat felépítése a korábbi nagyszámú törvényt módosító javaslatokhoz hasonlóan a módosítandó törvényeket kiadásuk időrendje szerint tartalmazza, ezzel is segítve a jogalkalmazó, jogkereső polgárok munkáját. Nézzük részleteiben a javaslatnak az eljárási határidőkre vonatkozó rendelkezéseit. A törvényjavaslat közvetlen előzménye és egyben szabályozási alapja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációjával összefüggő törvénymódosításokról, TÉPER 1248-as számú törvényjavaslat, amelyet az Országgyűlés 2010. november 16-án fogadott el, és a 2010. évi 126. törvényszámon került kihirdetésre, amely amellett, hogy rendelkezik a területi kormányhivatalok felállításáról, jelentősen többek között a munkanapokban való határidőszámítást illetően módosítja a közigazgatási hatósági eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 140. törvényt is. Ennek eredményeként a KET rendelkezései 2011. január 1-i hatállyal főszabályként ismét a naptári napban számított határidőket tartalmazza. A KET változása szükségessé teszi a teljes jogrendszer, így az ágazati törvényekben is a hatósági eljárási határidőre vonatkozó szabályozás megfelelő módosítását abból a célból, hogy az abban megállapított közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határidőkre vonatkozó szabályok is megfeleljenek a KET új rendelkezéseinek. Megjegyzendő az a tény,
hogy jelen javaslaton kívül más törvényjavaslatok is rendelkeznek eljárási határidő módosításról, mint ahogy az államtitkár asszony is mondta. Ilyen például a T/1746-os számú törvényjavaslat, amely az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szól, a szabályozási tárgykörében szintén módosítja az eljárási határidőket a jelen törvénymódosítás szerint. Ez a jogszabályszerkesztési megoldás szintén a jogalkalmazó, jogkereső polgárok munkáját segíti. A módosítás eredményeképpen az eljárási határidők 3 munkanapról 5 napra, 5 munkanapról 8 napra, 8 munkanapról 10 napra, 10 munkanapról 15 napra, 15 munkanapról 20 napra, 22 munkanapról 30 napra, 35 munkanapról pedig 50 napra módosulnak. A törvényjavaslatban a fentiektől eltérő mértékű, például 2 vagy 30 munkanapos eljárási határidők is értelemszerűen módosításra kerülnek, illetve a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében, tekintettel arra, hogy ez a megoldás mind a hatóságok, mind az ügyfelek számára kényelmesebb, a 60 napos határidők helyett például 2 hónap, a 90 napos határidők helyett pedig 3 hónap kerül megállapításra. A naptári napokban meghatározott eljárási határidők rendszerét egységesebbé és áttekinthetőbbé teszi az a szabályozási megoldás, hogy a törvényjavaslat a 10 napos és ennél hosszabb határidőket lehetőség szerint 5-tel osztható módon állapítja meg. A KET 2009. október 1-ével hatályba lépő módosításainak való megfelelés célzó egyes szaktárcák által végzett jogrendszeri felülvizsgálat eredményeképpen több hatósági eljárás a naptári napokról eleve hónapokban történő határidő számításra tért át. Mivel ez a számítási mód egyértelmű mind az ügyfelek, mind a hatóságok számára, és a naptári napban való számítástól sem idegen, jelenleg a hónapokban megállapított határidőket a törvényjavaslat érintetlenül hagyja. Azaz a javaslattevő nem kívánja a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiönteni. A határidők naptári napban való megállapítása alapvetően azért kedvező, mert így az ügyfeleknek nem kell attól tartaniuk, hogy az ügyintézési határidő a munkanapokban való számítása miatt elhúzódik, gondolva itt a több napos ünnepekre, másrészt a jogban kevésbé járatos polgárok is könnyebben eligazodnak a napok világában, azaz a naptári napokban számított határidők között, mint a munkanapok világában, ugyanis így nem kell figyelemmel kísérniük, hogy az adott hatóságnál az adott nap munkanap, avagy sem. Fontos megjegyezni, hogy a közigazgatási eljárások egy része közigazgatási perként folytatódik az ügyfelek számára, egyébként néha a hatóság számára is. Ebben az esetben a közigazgatási perekkel kapcsolatos KET, illetve polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 3. törvény 20. fejezetében található naptári napokban megállapított határidők kötik a bíróságokat és a peres feleket is. A hatóságok iktatása és informatikai rendszere a korábbi várakozásokkal ellentétben még mindig nincs felkészülve a munkanapokban való határidő számításra való átállásra. Mindezekre figyelemmel az egyes hatóságok költségvetése számára kisebb megterhelést az jelent, ha a szabályozás visszatér a korábbi megoldáshoz, hiszen a naptári napban való határidő számítás nem eredményez további költségvetési forrásra vonatkozó igényt, sőt adott esetben éppen a költségcsökkentéshez vezet azáltal, hogy a korábban betervezett fejlesztésekre szánt források szabadulnak fel. A törvényjavaslat érinti az integrált ügyfélszolgálati irodákat is. 2011. január 1-től hatályos KET módosítás számos feladat és hatáskört telepít az integrált ügyfélszolgálati irodákhoz.